Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Kormányablak. Hivatalos ügyeinket mobilhivatalban is intézhetjük a járás több településén. Balesetmegelőzés. A követési távolság megfelelő betartására hívta fel a figyelmet a helyi rendőrség. Kézilabda győzelem. Nagy védések, eredményes támadások jellemezték a szentendrei NKE játékát szombaton. A szentendrei járás 13 településére érkeznek rendszeresen a mobil kormányablak buszok, hogy a lakosok helyben intézhessék hivatalos ügyeiket. A járásban Szentendrén és Tahitót faluban működik állandó kormányablak, amelyek a téli időszakban az egész járást kiszolgálják. Pomázon és Budakalászon október 17-én járt utoljára a mobil kormányablakbusz, melyben a lakosság többi között személyi okmányokkal és szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyekben is eljárhatott. Az idősebb korosztálynak, valamint a kisgyermekes családoknak kényelmes megoldást nyújtó mobilbuszok tavasztól őszig járják az országot. A szentendrei járáshoz 15 település tartozik, és ahogy picit pontosítanék, hogy már nem okmányiroda, hanem kormányablak, ami azt jelenti, hogy az okmányiroda egy kicsit szűkebb szolgáltatást tudott nyújtani, a kormányablakok pedig gyakorlatilag minden, ami a klasszikus kormányablak ügyintézéshez tartozik, és ezek a mobilizált kormányablakbuszok pedig ugyanúgy, mint egy kormányablak, azokat a szolgáltatásokat tudják nyújtani az ügyfelek részére. És 15 településbe értelemszerűen 13 településhez tudunk elmenni. Országszerte 25 mobil hivatal üzemel, amelyből 2 Pest vármegyét szolgálja ki. Szentendrén a Dózsa-György úton működik állandó kormányablak, így a városban rendszerint nem fordulnak meg a buszok. Egyéni kérésre, valamint speciális helyszínekre azonban gyakran kitelepülnek. Tehát a kormányablak busznak pontosan az az egyik nagyon nagy előnye, hogy mobilizált, ami azt jelenti, hogy egyedi igényeket is ki tudunk elégíteni, tehát egy ágyban fekvő beteghez ki kell fáradjunk, akkor azt is rövid határidőn belül megigényeljük a buszt, és a kollégáim rendelkezésre állnak. Figyelünk arra, hogy a diákigazolvány, ami ugye ez egy időszakhoz köthető okmányigénylés, lehetőség van, vagy mutatkozik arra is, hogy akár az iskolák igényeljék azt, hogy települjünk ki egy iskolához, és akkor ott a szülők oda jönnek, az iskola együttműködésével tudunk csak kifejezetten diákigazolványokat előállítani, illetve kezdeményezni magát az eljárást. A mobil hivatalok ügyfélszolgálata során ugyanazokat az ügyeket intézhetik el a lakosok, mint az állandó kormányablakokban. A Dózsa-György úti irodában így például többi között a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel és a vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, továbbá ügyfélkapu regisztrációra is van lehetőség. Az interneten már az online ügyintézés is elérhető. Hogy van egy honlap, a kormányhivatalok.hu, ez egy új honlap egyébként, amit mindenkinek ajánlok és reklámozom is, ahol nagyon sok olyan szolgáltatás elérhető, ahol már elektronikusan tud az ügyfél bármilyen olyan okmányokat ügyintézni, ahol ez jelenleg már rendelkezésre áll, és ügyfélkapu regisztrációval, ha rendelkezik az állampolgár, akár otthonról is egyes okmányoknak vagy eljárásokat tud kezdeményezni, úgyhogy ezt mindenféleképpen mindenkinek szeretném felhívni a figyelmét, hogy a kormányhivatalok.hu honlapot nézzék, mert ez nagyon hasznos, és itt egyébként kint van a naptár is, hogy a kormányablak buszok hol találhatók, ez a Pest vármegye területén minden egyes időpont előre meghirdetésre kerül. A járásban a mobil kormányablak busz szolgáltatás szünetel a téli időszakban, hogy az ügyfeleknek ne kelljen a hidegben az utcán várakozniuk. A buszok menetrendjét a www.kormányhivatalok.hu weboldalon tekinthetik meg. Az ügyfeleket a téli hónapokban a szentendrei kormányablakba várják. A diákoknak a Szentendre közlekedési kártya helyett a több helyen is felhasználható Pest vármegye bérlet árát téríti meg az önkormányzat. A pedagógusok vármegye bérlet vásárlása esetén is a Szentendre közlekedési kártya árát igényelhetik vissza, tájékoztatnak városunk hivatalos honlapján. A szentendrei pedagógusok, pedagógiai asszisztensek, illetve a nevelést, oktatást segítő munkavállalók közlekedési kedvezményei is módosultak. A rendelet értelmében ugyanis azon szentendrei állandó lakóhelyjel vagy tartózkodási helyjel rendelkező pedagógusok, pedagógiai asszisztensek és a nevelést, oktatást segítő személyek, a szentendrevárosi óvodák óvodapedagógusai, dajkái, pedagógiai asszisztensei és a nevelést, oktatást segítő személyek, valamint a Püspökmajor lakótelepi bölcsőde kisgyermeknevelői részére
akik a Szentendre közlekedési kártya vagy a Pest vármegye bérlet megvásárlásával a helyi tömegközlekedést veszik igénybe, a Szentendre közlekedési kártya költségét az önkormányzat teljes összegben, a Pest vármegye bérlet költségét pedig a Szentendre közlekedési kártya árának összegéig téríti meg. Mindkét módosítás november 1-jével lép életbe, így a novemberre szóló bérletek megvásárlásánál mind a diákoknak, mind a pedagógusoknak érdemes a több célúan felhasználható Pest vármegye bérlet megvásárlásán elgondolkodni. Legutóbbi közlekedésbiztonsági kampányában a követési távolság megfelelő betartására hívta fel a figyelmet a helyi rendőrség. A kihágás helyi és országos szinten is vezető közlekedési baleseti oknak számít. A megelőzés érdekében Szentendre rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya különféle szóróanyagokkal látta el a gépjárművezetőket Szentendre közútjain az akció keretében. A biztonságos gépjárművezetés alapfeltétele a követési távolság betartása. Erre figyelmeztette Szentendre rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztálya az autósokat a napokban közúti akciója során. Ezért úgy gondoltuk, hogy kicsit próbáljuk megelőzni vagy a figyelmet felhívni erre, ezért mindenféle szóróanyagot készítettünk, amit a gépkocsi vezetőknek szeretnénk átadni. Így a másik gépkocsi vezető, hogyha akinek adtunk kirakja, akkor látni fogja az autókon a karosszérián, vagy a rendszámtállatartón, vagy a szélvédőn, hogy milyen kis figyelemfelhívó szöveget, matricát, mágnest helyezünk el. A KRESZ hivatalos meghatározása szerint a sofőr csak olyan távolságban követhet egy másik járművet, hogy hirtelen fékezés esetén is biztonságosan meg tudjon állni. A csak egy katt és indulhatsz szlogán pedig a biztonsági öv használatára emlékeztet. Csak egy katt és indulhatsz, ezt a szlogent ezt körülbelül 2 évvel ezelőtt találtuk ki, ez a biztonsági öv használatára hívja fel a figyelmet, hiszen a kattanás, a csak egy katt, az körülbelül 2 másodperc, de életeket menthet, vagy a sérüléstől megóvja a gépkocsiban ülőket. És ezt például gyerekekkel is kampányoltunk már ezzel a közlekedési kultúra napja alkalmából. És erre készítettünk most egy hűtőmágnest, illetve nem is hűtőmágnest, hanem olyan mágnes, amit hűtőre is lehet tenni, de hát ott nem lenne sok értelme. Ezért a gépkocsi karosszériájára szeretnénk föltenni, aki vállalja ezt. A követési távolság függ az autóvezető reakció idejétől, az útviszonyoktól, a gépkocsi aktuális sebességétől és a gumik állapotától is. Egy kifogástalanul működő fék egyszerűbben és gyorsabban állítja meg a járművet, ezért a sofőrnek gondoskodnia kell autója üzembiztonságáról. Az évszakos gumicserék alkalmával erősen ajánlott a fékek ellenőrzése is. A következő hűtőmágnesünk a tarts távolságot, ez pedig pontosan a követési távolság betartására hívná fel a figyelmet, és ugyanilyen szlogennel készítettünk egy matricát is, amit rendszámtáblatartó keretre tudunk föltenni, azon egy kicsit hosszabb szöveg is kifért, úgyhogy nagyobb távolság, nagyobb biztonság, ami szintén ezt a kampányt, erre a kampányra hívja fel a figyelmet. A követési távolság be nem tartása vezető közlekedési baleseti oknak számít hazánkban. Gyakori kihágás még az elsőbbség meg nem adása, az irányjelzés elmulasztása és a sebességtúllépés Szentendre illetékességi területén, tette hozzá a rendőrőrnagy. A helyi hatósági akciók is ezekre a szabálytalanságokra fókuszálnak az országos baleset megelőzési kampányok mellett, amelyek mind egy célt szolgálnak, vigyázzunk egymásra a közutakon is, vezessünk óvatosan. Hiába ígérte az ellenkezőjét a polgármester, az önkormányzat megkezdte a Bükkösparti kerékpáros nyomvonal Szegedi utca és Mókus híd közötti szakaszának építését október 25-én szerdán. A munkagépek annak ellenére jelentek meg, hogy a képviselőtestület teszes többsége alig 2 hete a munkálatok felfüggesztéséről döntött. Az irányítóhatóság az önkormányzat több körben jóváhagyott tervei alapján ítélte meg a projekt támogatását, aminek tartalmát alig 2 hónappal az építkezés pénzügyi zárása előtt az Európai Uniós szabályrendszer miatt már nem lehetett megváltoztatni. Erről tájékoztatta levélben a kormányzati szerv a polgármestert. A vonatkozó terv dokumentációt információink szerint a jelenlegi városvezetés 2020-ban és 2022-ben is módosította, amit akkor elfogadott az irányítóhatóság. A lakosságot azonban érdemben nem tájékoztatták a beruházás részleteiről. Ezzel magyarázható az a 800 tiltakozó aláírás, amit szentendrei civilek gyűjtöttek. A lakossági tiltakozást végül nem veszi figyelembe a városvezetés.
Nagy védések, eredményes támadások jellemezték a szentendrei NKE játékát szombaton a Red Velvet KC Budapest csapata ellen a budakalászi sportcsarnokban. Az újabb győzelemmel továbbra is vezeti a női kézilabda NB2-es B csoportját a Szentendre. 33-21-re győzött hazai pályán szombaton a szentendrei NKE a Red Velvet KC Budapest csapata ellen. A mérkőzésen a 7 új játékossal felálló hazaiak uralták a játékot. A Red Velvet KC-vel hamarosan idegenben is játszik a szentendrei NKE. Én azt gondolom, hogy az elvárások felett jól szerepelünk. Minden mérkőzés más és más, tehát az előzőekben nem lehet kiindulni. Lányokról van szó, tehát szerethető lányokról van szó, azt meg tudjuk, hogy ilyenkor bármi megtörténhet, tehát én bizakodó vagyok a mérkőzéssel kapcsolatban. A tavalyi bajnokságban is egy csoportban szerepeltünk, én azt gondolom, hogy egy másik, úgymond a kézlabda az köthető, de egy másik sportág, ez a strandkézlabda, nagyon ismerik egymást a lányok, tehát évekről ismerik egymást. Ugye mi most egy budakalászi csapat vagyunk, de új néven ez a Red Velvet, és tehát nem vagyunk számunkra egy ismeretlenek. Nem igazából kell itt egymást fürkészni, tehát azt gondolom, hogy ismerjük, vagyis hát a lányok ismerik egymást. Én az adott mérkőzésre szoktam koncentrálni, természetesen ismerjük az ellenfeleinknek a domináns egyeit, de minden abban a pillanatban, abban a helyzetben dől el. Úgyhogy ahhoz kell alkalmazkodnunk az adott pillanathoz. De nagyon készültünk a meccsre, végül is ez így a jelen állás szerint egy csoportrangadó, mert ugye most mi állunk a csoport első és második helyén, úgyhogy készültünk, ugye a múlt héten egy szabad hétvége volt, de így is szerintem mindent megtettünk, hogy fel legyünk eléggé készülve, nagyon várjuk a meccset, és reméljük, hogy egy izgalmas, jó találkozó lesz. Azért ez, mivel csapatsportról van szó, mi kell ahhoz, fontos-e az ember személyiségében az, hogy tudjon több emberrel együttműködni? Hát abszolút nagyon fontos, itt nagyon sokat számít, hogy kivel ugye mióta játszik együtt az ember, de vannak olyan kapcsolatok is, amik így az első pillanattól fogva nagyon látszik, hogy megértik egymást a pályán a játékosok, úgyhogy abszolút nagyon fontos. Nálunk ugye mindenki igazából amatőr szinten csinálja, nem kapunk érte semmiféle juttatást, szóval hobbiként játszunk, mindenki a munkából esik be, általában este 8-kor kezdődnek az edzéseink, úgyhogy tényleg nagyon sok akaraterő, meg kitartás, meg így az egymás és a játék szeretete kell ahhoz, hogy még így is minden edzésen szinte mindenki, aki csak tud, ott legyen. Nagyon várja a szentendreiek irányítója, hogy ismét pályára léphessen, ugyanis egy sérülés miatt szombaton nem tudott részt venni a viadalban. 3 hete sajnos egy bokasérülés szenvedtem egy hazai meccsen, hogy most annak a következményét járom le sajnos. De itt vagy drukkolsz a csapatnak, mennyi ideje álltatok így össze, te mióta kézilabdázol? Én lassan 15 éve kézilabdázom, úgyhogy viszonylag régóta. Ez egy viszonylag új csapat. Most álltunk össze így ebben a felállásban, úgyhogy ez nagyon-nagyon új és nagyon friss még. Mondtad, hogy irányító vagy. Ez mit jelent, mit foglal magában? Ez egy nagyon jó kérdés, mert többféle szempontból meg lehet ezt közelíteni. Az irányító a pályán az edzőnek a keze. Tehát ő az, aki a játékot irányítja, ő mondja meg azt, hogy milyen játékot, milyen támadás, hogy játsszuk le ezt az adott mérkőzést. Gyorsítsunk, lassítsunk, fussunk, ne fussunk. Úgyhogy úgymond ő a karmester itt a pályán ilyen szempontból. Nem pihennek a lányok, a csoportban folyamatosan vannak mérkőzések, legközelebb most vasárnap idegenben az Óksi KKFT Bicske csapata ellen lépnek pályára a szentendrei lányok. Végül a várható időjárásról. Pénteken kezdetben országos esőre van kilátás, majd délután nyugat felől elkezd megszűnni a csapadék, és egyre több helyen csökken a felhőzet. Többfelé kiadós csapadékmennyiségre lehet számítani, beágyazott záporok, zivatarok lehetnek. Kezdetben a délies, majd egyre inkább a nyugati, északnyugati szél lesz erős, viharos. Napközben 13-24 fok valószínű. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink, még egyszer röviden.
Hivatalos ügyeinket mobil kormányablakban is intézhetjük a járás több településén. A követési távolság megfelelő betartására hívta fel a figyelmet a helyi rendőrség. Nagy védések, eredményes támadások jellemezték a szentendrei NKE játékát szombaton a budakalászi sportcsarnokban. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Endre Judit műsora. A korhatártalanul mai vendége Mikola Péter dalszerző énekes előadó lesz. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvszentendrén. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Munkatársaim nevében is köszönöm szíves figyelmüket, viszontlátásra!